Hát szép napot mindenkinek. Megpróbáljuk reprodukálni ezt, amit órán végrehajtottunk ebben a videóban. Először csinálunk egy új projektet. A Java EE kategóriában az Enterprise Application projektet hozzuk létre. Itt a videón sajnos lemaradt a fele körülbelül, meg az egér is furán, fura pozícióban van. Ezért elnézést is kérek előre. Adjunk egy projektnevet. Én most át fogom rakni egy másik könyvtárba, mert ez a Qualisoft webshop már létezik nálam ebben a könyvtárban, az órán ugyanezt csináltuk meg nagyjából egyébként. Itt használhatnánk a dedikált mappát a libeknek a tárolására, most ezt nem fogjuk használni. Következő lépésben választok ki a szervert, ugye Glassfish Server 4 van nekem csak jelenleg, addal hozzá lehet adni többfajta szervert is, támogat néhányat a NetBeans. Választjuk ki a Java EE verziót, a 7-est választjuk mindenképpen, a legújabb verzióval fogunk foglalkozni ebben a videóban is, és a projektünk is később erre fog épülni. Ugye felkínálja, hogy egy EIB-t, egy var modult csináljon a rendszer, igen, ezt csinálja, mert nekünk nem baj, ha generálja, nem kell kézzel megcsinálnunk. Ha ez megvan, akkor ugye létrejött három projektünk, létrejött az Enterprise Application projektünk, ami két Enterprise modult tartalmaz, egy EIB és egy VAR modult. Ezeket itt belül láthatjuk a Java EE modules alatt, hogy milyen modul tartozik egy adott Enterprise Application-be. Az Enterprise Application-ben egy AR lesz, az EIB-ből egy YAR file, a VAR-ból pedig egy VAR file lesz, egy web archive. Ugye először létre fogjuk hozni az adatbázis eléréshez szükséges adatokat. Ezt lehet így az Azure-ön keresztül megkeresni, itt rengetegféle lehetőség van. Nekünk a Glassfish kell és a EDBC Connection Pool először, tehát először egy Connection Pool-t fogunk létrehozni. Adjunk neki egy nevet, ennek egyedinek érdemes lennie, hogy a szerver ne keveredjen össze, ha más is esetleg használna azonosságú Connection Pool-t, akkor ne keveredjenek ezek a beállítások egymással. Ugye itt egy új adatbázis kapcsolatot fogok létrehozni valójában, nem akarok felhasználni régebbi kapcsolatokat. Derby adatbázis fogunk használni, ennek Java DB a neve alapvetően. A Next-re tovább menve beállíthatjuk az egyes adatokat, adok neki egy description-t, ez nem kötelező nyilvánvalóan. Ugye itt a port number-t érdemes ellenőrizni, a server name az általában localhost. Ugye, ha újra adunk meg, akkor valójában nem kell megadni ezt a server name, port number, database name, stb. Mert nyilván ez mind tartalmazza. Én most benne hagytam, problémát nem okoz. Én Qualisoft 2 adatbázist akarok létrehozni valójában, mert a Qualisoft adatbázis már létezik nálam, és nem akarom, hogy keveredjen a kettő. A user és a password az app, és app szokott lenni az ilyen szempő adatbázisoknál. A következőnél be tudjuk konfigurálni a pult, meg tudjuk mondani, hogy hány kapcsolat legyen poolozva alapból, max hány kapcsolatot tudjon kezelni a szerver, mennyit várjon a kapcsolatoknál, hogyan növelje a pool méretét, mennyit várjon idle timeout szempontjából, utána bontja a kapcsolatot, ugye tipikusan tranzakcióizoláció és a connection validation. Ezeket mind hagyhatjuk defaulton, teljesen meg fog nekünk felelni a fejlesztéshez. Láthatjuk, hogy a Server Resources alatt, az EIB modulban létrejött egy ilyen Sun Resources XML, ami egy Runtime Deployment Descriptor valójában. Erről volt szó valamelyik előadáson már. Rengeteg ilyen attribútumot hozzáad, amiket ott a varázsokban is meg tudtunk volna változtatni. A legtöbbre nekünk fejlesztés szempontjából, vagy fejlesztői rendszeren nincsen szükségünk. Összesen három ilyen attribútum, ami számunkra fontos, az a Data Source Class Name, ami megmondja, egy Derby adatbázisra van dolgunk, ugyebár van egy neve neki, és van egy resource type-ja, ami megmondja, hogy milyen interfészt fog megvalósítani nekünk a connection poolunk gyakorlatilag. És láthatjuk az adatok, itt vannak, amiket megadtunk. Nagyon kis kellemes, ebből a szerver majd létre fogja nekünk hozni a connection poolt. Játsszuk még egyszer ezt ugyanezt el, new, other, Glassfish kategória, és hozzuk létre a JDBC resource-unkat, amin keresztül a JPO el tudja írni a connection poolunkat, és azon keresztül tudjuk használni a adatbázist. Itt ugye kiválaszthatjuk a connection poolból az előbb létrehozottat, adjunk neki egy JNDI nevet, ez is egyedinek kell, hogy legyen alapvetően, hogy ne keverjenek az alkalmazások, a
több alkalmazás használja ugyanazt az adatbázis, akkor nyilván ezek a nevek egyezhetnek többfajta alkalmazásban is. Object type ott, és az enabled-ot azt nyilván hagyjuk true-n, az object type-ot pedig hagyjuk default-on, a user nekünk meg fogsz felelni, van pár választási lehetőségünk, de jó esetben nem nekünk kell ezt kezelni az éles rendszerem. Description itt is természetesen opcionális, én azért adok neki egyet, hogy lássuk, hogy néz ki az XML-en belül ez majd. És oké. Okay. Ugye additional properties-t most nem fogunk használni semmit alapvetően, ezt majd később fogjuk változtatni. Ugye bezárom, megnyitom újra, és akkor látjuk, hogy a JDBC resource-unk is rendelkezésre áll, az ott megadott adatokkal. Itt a IND name a fontos igazából, aminek egyedinek kell lennie a rendszeren, és a pool name az, ami hivatkozik arra, hogy melyik connection pool-t fogja használni nekünk ez a resource. Ugye itt látszik, hogy a varázsló a connection pool-nak ugyanúgy teleszemetelte attribútumokkal a connection pool, JDBC connection pool tagünket. Megint ki fogom törölni ezeket, csak az a három maradjon. Az alapértékek teljesen jók, a többi esetben nincs rá szükségünk. Nem kötelező kitörölni ezeket, ha valakit nem zavar, nyugodtan ott hagyhatja. Nincs jelentősége igazából. Csak itt szebb lesz a fájl, azt gondolom. Tehát maradjon meg a resource type, a name és a data source class name. Oké, okay, rendben van, kódformázást ráeresztettük, minden szép és jó. Ugye itt fontos kiemelni tényleg, hogy a pool name-nek és a poolunknak a nevének meg kell egyeznie. Ha elírás van benne, akkor az különböző hibaüzenetekhez vezethet, ilyen nem létező connection pool, stb. Exception-öket fogunk kapni különben. Nem tudom pontosan már a nevüket. Tehát ez Ctrl-C, Ctrl-V-vel érdemes mindenképpen átmásolni. A következő lépés, hogy adjunk hozzá egy library-t az EIV projektünkhöz. A Hibernate-et fogjuk használni, és a Hibernate 4.3.5-öt. Hogyha ez nem létezne, akkor a Create Library-vel létre tudjuk hozni, beadjuk neki, hogy milyen jar fájlokat használjon. Itt a JPA modul kell, a JPA Metamodel Generator is a kötelezően függőségek által, vagy függőség jarokat is bele kell rakni ebbe a library-be, és akkor működni fog a Hibernate-ünk. És nagyjából ennyi. A libekbe bekerültek ezek a jar fájlok, amik a Hibernate-hez tartoznak, és akkor ezzel körülbelül már jók is vagyunk, úgyhogy bildeljük le a biztonság kedvéért, nyilván nincsen még semmilyen forráskódunk, többé-kevésbé, így ennek nagy jelentősége azért természetesen nincsen. És aztán futtassuk le az alkalmazásunkat, ugye ez feldeployolja a szerverre, és böngészővel megnyitja nekünk a webarchive-os alkalmazásunkat, tehát a parunkat. Ez látszik, hogy ilyenkor a JavaDB database-t azt elindítja nekünk a rendszer, és ha a Glassfish nem futna, akkor azt is természetesen meg fog érinteni. Glassfishnél az indulás az általában elég lassú, rengeteg modult, és látjuk, hogy OSGI modulokat is betölt, indítja az alkalmazásokat. Nekem még az előző példa alkalmazások is benne vannak, ezért azokat is fel fogja itten olvasni, és ez elég sok időt fog igénybe venni alapvetően. Ez a Qualisoft EIBPU, ez még egy régebbi alkalmazáshoz tartozik. Az órán létrehozott alkalmazás is még fenn van a szerverem. Úgyhogy ezt meg kell várni sajnos. Mindenesetre elég sok információt kapunk az indulás során, hogy mi történik. Látható, hogy milyen IND neveket kapnak az EIB-ink például, ami fontos lehet, vagy inkább érdekes, mint fontos alapvetően. Láthatjuk, hogy Hibernate-ből 4.3.5-öt használunk, láthatjuk esetleg, hogy a Hibernate milyen SQL-eket futtat le. Ha minden készen van, akkor megnyitja nekünk a NetBeans a böngészőt a megfelelő URL-lel, és láthatjuk a varban szereplő index.html-ünket, és ennyi. A NetBeans-be, hogyha visszamegyünk, akkor folytatjuk a munkát. Eddig minden megfelel működik, akkor boldogok vagyunk azért. Az azt jelenti, hogy jól működik a Glassfish-ünk, jól működik a deployment, és jól működik a fejlesztő környezetünk.
Ugye azt érdemes megemlíteni, hogy van egy ilyen services folyó ott NetBeans-ben. A window menüből el lehet érni, hogyha esetleg eltűnne. Itt lehet kezelni egy csomó mindent. Mi most a Java DB-t akarjuk először kezelni. Létrehozunk egy új adatbázist, hiszen amit a JDBC Connection Pool-ban igazából létrehoztunk, az még nem létezik. Úgyhogy ezt most megtesszük, hogy ez mégiscsak létezzen. Ugye Qualisoft 2 az én adatbázis neve, nevem, mindenki azt használ, amit akar nyilvánvalóan. App a user és app a password. Ugye ilyenkor automatikusan létrehoz egy connection-t is az admin felületen. Ezt tudjuk arra használni, hogy megnézhetjük, hogy mi van az adatbázisban. Tudunk query-zni táblákból, tudunk insertelni, SQL-eket futtatni rajta. Ezt alapvetően csak arra fogjuk használni, hogy leellenőrizzük, hogy valóban létrejöttek az adott táblák. Benne vannak az adatok, amiket majd betöltünk később. A biztonság kedvéért, de általában erre sem lesz szükség, de ez egy jó kis funkció. Ami fontos viszont, hogy a szerver szalat látszik a Glassfish 4 szerverünk, ahol tudjuk adminisztrálni ezeket. Ugye minket legjobban jelenleg most még a JDBC resource-ok érdekelnek. Ugye itt a deployment descriptorban létrehoztunk JDB resource-ot és egy JDBC connection pool-t. Ez itt megjelenik a szerveren deployment után, hiszen pont azért van a deployment descriptor, hogy a szerver létrehozza nekünk ezeket az erőforrásokat. Úgyhogy a pool name és a resource-nak a IND name-je alapján tudjuk megtalálni a JDBC resource-ok alatt a JDBC resource-unkat. A connection pool-unkat pedig a pool name alapján tudjuk. Ugye ennek vannak beállításai, ugyanúgy láthatjuk, hogy melyik poolhoz van hozzárendelve, ezt ugye XML-ből mi is megadtuk, vagy megadtuk pontosabban a rendszernek. Láthatjuk itt, hogy a connection poolunk name alapján is megtalálható. Ott ugye elírtam, mert nem webshopot írtam, hanem webhopot véletlenül. Ennek ugyanúgy meg tudjuk tekinteni a tulajdonságait, ha szeretnénk. Úgyhogy itt a derbi kapcsolatunk van benne, ugyanaz, mint az XML-ben természetesen. Azt megtehetjük, hogy ezeket unregisterrel kitörőjük az alkalmazás szerverből. Természetesen először a resource-okat kell kitörölni, és utána a connection pool-okat, hiszen a resource-ok felhasználják a connection pool-okat, és ezért nem lehet ezt megtennünk alapból. Ezt csak azért csinálom, hogy lássuk, hogy a deployment descriptor alapján valójában tényleg létrehozza az application szerverünk ezeket. Tehát most látszik, hogy ugye nincsenek ott. Ugye a nevüket egy kicsit átírom, mert hogy Derby Connection Pool legyen a neve, mert ne ütközön az előző alkalmazással. Újra deployolom a projektet. Services field-en meg leellenőrzöm, rá refresh-elek ezekre, jó klik ezeken a mappákon, és ugye megjelentek az új connection pool-om és az új JDBC resource-om. Ezt még észrevettem, hogy elírtam, hogy webhopot írtam webshop helyett, ezt is kijavítom, az előzőket unregiszterem. Természetesen megint a resource-ot kell először, és aztán a connection pool-t. És aztán még egyszer deployolom a megfelelő névvel most már. Nyilván a szempőt is el lehet állítani, hogyha éppen nem akarjuk használni, nem fogjuk használni. A timer pult és a defaultot viszont mindenképpen hagyjuk meg. Deployolom még egyszer az alkalmazásunkat. Ezt elvileg megtehetjük menüből is. Ugye ez a repeat build-el run deployt futtatnak a Ctrl F11-jel, nekem ez nem különösebben akart működni, de elvileg ezzel is lehet operálni, és akkor nem kell ilyen klikkelgetős módon végrehajtanunk ezeket. Ugye az alkalmazásunk felkerült a szerverre, refresheljünk, és akkor látjuk, hogy ott vannak a connection poolunk ismét, és ott van a resource-unk. Properties-ben ellenőrzik, hogy minden rendben van-e. Látszik, hogy valamit elírtam, mert a database névem itt Qualisoft és nem Qualisoft 2, úgyhogy ezt most le is javítom. Átírom a database névet Qualisoft 2-re, ugye az URL miatt ennek nincs nagy jelentősége, hiszen ha URL van, akkor a többé-kevésbé nem fogja figyelembe venni ezt a database name, port name és server name-et. Mindenesetre kijavítottam, újra deployolom, ilyenkor nem kell a regisztrációját megszüntetni az objektumnak a IND namespace-ben, elég csak újra deployolni, és akkor felül fogja érni az új beállításokkal.
Leellenőrizzük, igen, Corisoft 2, minden frankó. Láthatjuk még itt az application-eket. Itt van a régi alkalmazás, amit csináltam. Ez undeployolom. Undeployolom a mostani alkalmazásunkat is, csak hogy lássuk. Látjuk, hogy nincsen semmi application-ünk éppen most fenn a szerverem. Így ha ráfrissítünk a böngészőre, akkor egy nagy 404-et fogunk kapni. Hiszen ilyenkor eltávolítja a szerver az alkalmazásunkat. Ha újra deployoljuk, akkor teljesen megint visszakerül az alkalmazásunk. A böngészőben frissítve megkapjuk az index HTML-ünket. És láthatjuk, hogy az application-ök közé visszakerült az alkalmazásunk. Ami még fontos, hogy itt a View Domain Admin Console a Glassfish Server 4-en jobb klikkel könnyen elérhető, teszi az Admin Console-t, a neves Admin Console-t. Nyilván beírhatjuk, hogy lokálhoz 2.48.48 kézzel is, ahogy tetszik, ugyanaz az eredmény, hogy a Glassfish Server alapból tartalmaz egy ilyen webes admin konzolt, ahol a szervernek minden váltását és minden ilyen IND resource hozzárendelést lehet változtatni alapvetően. Úgyhogy nézzük is meg, ugye mi a resources alatt JDBC resource-ot és connection pool-t hoztunk létre, ez pont ugyanaz, mint amit a NetBeans-ben is láttunk, nyilvánvalóan itt is tudjuk állítani ezeknek a beállítását, hogyha szeretnénk. Minden beállítás pont ugyanaz, mint NetBeans-en keresztül is, amit elvégeztünk. Illetve van még egy érdekes, vagy egy hasznos funkció, ez a ping, mert tudjuk pingetni az adatbázist, ezzel leellenőrizzük azt, hogy valójában működik a connectionünk, és nem csak később fog kiderülni, hogy valamit elkonfiguráltunk esetlegesen. Megtekintjük ugyanúgy a property, ugyanaz fogjuk látni, mint az XML-ben nyilvánvalóan. Ugye az application-öknél most jelenleg csak a mi webshop alkalmazásunk szerepel. Itt meg tudjuk adni, hogy engedélyezette használjába webstartot, hogyha éppen olyan alkalmazásról beszélünk, tehát egy vastag kliens alkalmazásról, melyik virtuális szervereken helyezkedjen el, milyen sorrendben menjen a deployment, egy description-t adhatunk igazából neki, és egy descriptor, a descriptor fájlokat is megtekinthetjük. A descriptor az most ugye nincsen, tehát modul descriptorunk nincsen, ezért itt nem fogunk semmit sem látni. De lehetne a VAR-ban is teljesen deployment descriptorunk, ha szeretnénk. Amit fontos megtenni viszont, configuration, a default config alatt a JVM settings-et válasszuk ki, és a JVM options-ben mindenképpen emeljük meg a PNG-n memóriát. Ez azért szükséges, tehát ott látszik, hogy minusz xx max perm size egyenlő, erre kisebb érték szokott lenni, én most 512-re raktam éppenséggel. Ez azért fontos, mert a gyakori deployment miatt, tehát hogy mentünk, akkor automatikusan deployol a NetBeans-ünk, a PNG-n space-ünk elég gyorsan megtelhet. És ilyenkor a Glassfish gyakorlatilag megáll. Ilyenkor azt tehetjük, hogy a NetBeans-es admin felületen jobb klikkelünk a szerverre, és Terminate-tel kilőjük, és aztán startoljuk el újra. Az ilyen restart, stop, meg ilyesmi ilyenkor már nem működik, teljesen meghal a szerverünk alapvetően. Aki Java 8-as runtime-on futtatja ezeket, annak valószínűleg nem lesz ilyen problémája, mert a PNG-n space-t már megszüntették, hogy nem külön memóriába tárolják ezeket az objektumokat. Külön memória területen tárolják ezeket az objektumokat. Oké, nem fogjuk nagyon használni a webes admin felett természetesen, hiszen deployment descriptorokon keresztül akarunk általában foglalkozni a szerverrel, fejlesztéshez ez a kényelmes. De vannak még ilyen egyéb konfigurálható resource-ok is, ugye minket most ezek nem fognak még érdekelni, később majd Java Mail Session-t fogunk létrehozni alapvetően, Connector-t pedig nem fogunk létrehozni egyáltalán. Oké. Akkor menjünk vissza a Projects fülre, és akkor kezdjünk neki a mondjuk így komoly munkának. Ugye alapvetően rengeteg mindenfajta fájlt létre lehet hozni egy ilyen projektben, az Other-ön keresztül bármit kb. Megcsinálhatunk, mindenféle
ilyen előkészített fájlokon service locator patternt előkészítenek nekünk, caching service locator patternt, unit tesztek, ilyen-olyan scriptek, ilyen-olyan deskriptorok, ilyen-olyan config fájlok, stb. Stb. Általában ezeket mi nem fogjuk használni, nagyon ritkán van rá szükség, hogy ezt egyáltalán elővegyük, úgyhogy ezt még sézzük is le, ezt az ablakot nem fogjuk most használni egyelőre. De érdemes tudni, hogy miket lehet megtalálni, hogy az embernek szüksége van valamire, akkor tudja, hogy lehet ilyet. Az első, amit létre fogunk hozni, az egy új Java package. Ez fogja tárolni az entitásainkat. Nekem ez eu.md.qualisoft.webshop.entity nevű package lesz. Ez csak azért kell létrehozni, mert így egyszerűbb klasszokat létrehozni benne alapvetően. És létrehozunk benne egy entity class-t. Az entity-kről már volt szó az előadáson, és létrehozunk egy valódit. Ugye ez is egy varázsló, a class name az product lesz, egy terméket fogunk létrehozni első körben, a long primary key az rendben van, és a create persistence unit mindenképpen legyen beXL-be, hiszen mi nem rendelkezünk persistence unit-tal, ezt most létre fogjuk hozni alapvetően. A persistence unitnak a neve az teljesen mindegy, legyen unique lehetőleg. A persistence providernél használjuk a hibernate-et, ha ez itt nem szerepel, akkor a libekkel valamit nem jól csináltunk. Nézzük meg újra, hogy sikerült a Hibernate libeket behúzni. A data source-nak adjuk meg a Derby JDBC resource-unknak a JNDI nevét. Ezt fel is kínálja itt a szerverről. JTA-t használunk, drop and create a table generation strategy. Ez azt jelenti, hogy deploy-kor eldroppolja a meglévő táblákat, és aztán újra létrehozza. Ezzel segíti azt, hogy a lehető legfrissebb séma verzióval dolgozunk, fejlesztésnél ez praktikus, később majd töltünk be adatokat. Ez a komment, ez nem kell. Nyomunk egy kódformázást, így az Alt-Shift-F kombinációval lehet megtenni. És láthatjuk, hogy létrehozott egy nagyon egyszerű product osztályt nekünk igazából itt a rendszer. Leimplementált egy toString-et, egy hashkódot és egy equals metódust is nekünk. És láthatjuk, hogy van egy ID mezőnk, egy long, ami ID annotációt kapott, egy generated value, tehát az adatbázis fog nekünk generálni bele az értéket. A persistence unitot létrehozta ugye a varázsló, ugye a configuration files, tehát a persistence XML-ben találjuk meg ennek a beállításait. Ugye van egy providerünk, ez a Hibernate lesz, itt a JTA, a data source-unk, ugye a signed resources XML-ben meghatározott JDBC resource-nak a JND name, attribútumával kell, hogy megegyezzen. Hogyha erre utaló exception-öket kapunk deploy-kor, hogy nem találja azt a resource-ot, vagy valami hasonló, akkor azt ellenőrizik le, hogy ezek tökéletesen egyezőek-e, Ctrl-C, Ctrl-V-vel érdemes átmásolni, és akkor biztos nem lesz benne hiba. Ugye látható még, hogy exclude unlisted class is false, tehát minden egyes entity class-t be fog húzni nekünk a persistence unitunkba. Az adott modulból. Deployoljuk újra fel az alkalmazásunkat. És látszik, hogy nem történik semmi. Pedig azt várnánk, hogy az entity alapján létrehozza nekünk a drop and create stratégia alapján a táblát. Ez azért nem fogja létrehozni, mert amíg nem használjuk a persistence unitunkat, addig valójában az entity-ket nem fogja benne kvázi felparzolni, és aztán létrehozni belőle a táblákat. Azért csináljuk egy session bean-t, az Enterprise bean-szán jobb klikkel. Egy product repository nevű session bean-t fogunk létrehozni, ami a product entity-ket fogja nekünk kezelni. A package az legyen eu.md, hát nekem most pontosabban eu.md.qualisoft.webshop.repository lesz. A session type-ja a state lesz, nem akarunk semmilyen állapotot megőrizni a requestek között alapvetően. És csináljunk egy local business interface-t, nem fogjuk távolról elérni az EIB-nket, így elég csak lokális interfész biztosítanunk számára. Látszik, hogy itt kigenerált ilyen üres osztályt nekünk a NetBeans. Itt alt-insert-el tudunk business metodokat beszúrni, vagy jobb klik, és van ilyen generate code, vagy valami hasonló nevű menüpont. Ezt érdemes használni, mert ez az interfészbe is, és az implementációs class-ba is beszúrja nekünk a megfelelő szignatúrákat. Az első, amit leimplementálunk, az egy find by ID lesz alapvetően, egy productot fog visszaadni. Itt nem raktam ki a teljes class nevet, ezt már később orvosolni fogjuk, mert nem fog lefordulni nyilván így. Lesz egy ID, ami long paramétere, ez alapján fogjuk lekérdezni a bázisból, és a use in interface-nél megjelöljük a lokát, ami alapból nyilván meg van jelölve, a lokális interfészen biztosítjuk ezt a funkciót. Ugye látszik, hogy a product alá van húzva, nem találja a rendszer, ezt Alt-Enterrel
felhozhatjuk a megoldáspanelt, be kell importálni a webshop entity productot alapvetően. És ugyanezt meg kell tennünk az interfésznél is, és akkor már le fog fordulni a programunk. Ezeket a kommenteket eltávolítom, mert nincs rájuk szükségünk. Oké. Okay. Mentettem, újra is deployolta, ilyenkor automatikusan a rendszer azért. És akkor ugye egy Entity Manager-t létre kell hoznunk, mert nem történik semmi, még így sem. Tehát ha persistence kontextet, ugye annotációval lekérünk egy Entity Manager-t, akkor már tudni fogja a rendszer, hogy használjuk a persistence unitunkat, és akkor valójában is létre fogja hozni ezeket a táblákat nekünk az adatbázisban. Úgyhogy ezt írjuk be, deployoljuk, nézzük a logot. Most már látni kell a persistence unitunkat, ott is van Colossoft Webshop EIBPU. Látszik, hogy valamit a Hibernate-ot akar csinálni, és kapunk egy ilyen szép nagy exception-t, egy null pointer exception hozzá, és valamilyen írti a status helper környéki dologgal kapcsolatos ez. Hát itt googlizhattam egy csomót, mert nem túl egyértelmű, hogy igazából mi a probléma, de valójában az történik, hogy a Hibernate-nek meg kell adni, hogy milyen írti a környezetben fut alapvetően. Ami vendor specifikus, illetve van egy olyan üzenetünk, hogy deprecated class nevet használunk, használjunk helyette egy másikat. Ezt meg is fogjuk tenni. Tehát a persistence XML-ben a org hibernate AB hibernate persistence-et lecseréljük az org hibernate JPA hibernate persistence providerre. És ugye hozzáadjuk ezt a speciális paramétert, amit ki kellett szenvedni, gyakorlatilag ezt GitHub-ról le tudjátok másolni, itt sajnos a képernyőnek kilóg a széle, ezért nem fog látszani a teljes szöveg. De GitHub-on fenn van a projekt, nyilván ki lehet másolni belőle ezeket mind. Tehát megadjuk igazából a JTA tranzakció tehát a Hibernate Transaction JPA platformot, hogy milyen platformon fut, és akkor ezzel már működőképessé varázsoltuk gyakorlatilag a Hibernate-ünket. Bizonyos esetekben szükséges lehet megadni még ilyen dialektet, hogyha nem JavaDB-t használunk, tehát nem Derby-t használunk, hanem MySQL-t vagy más adatbázis kezelőt, hogy megmondja, hogy milyen kvázi dialektusban kell beszélgetnie, milyen SQL specialitások vannak egy adatbázis kezelőben. Amit még érdemes megadni, ez a Hibernate.show alulvonás SQL true értékkel. Ez azt jelenti, hogy ki fogja írni nekünk, ki fogja logolni nekünk a Hibernate az összes futtatott SQL utasítást. Nagyon praktikus, segíti, hogy tudjuk, hogy tényleg azt történik, amit szeretnénk. Deployoljuk ki egyszer az alkalmazásunkat az újváltásokkal. Ott a persistence unitunk. Látszik, hogy dialectnek ugye Derby 10-7 dialectet használja alapértelmezetten. És láthatjuk, hogy drop table ott van, create table ott van, minden működik megfelelően. Láthatjuk az EIB-nket is, hogy felhúzta a IND-be. És akkor, ha refresh-elünk itt az admin felületen, az adatbázisunkra, akkor láthatjuk, hogy létrejött a product table-ünk, és akkor minden jó.